Tisztelettel és szeretettel köszöntöm minden kedves vendégünket, meghívott vendégeinket, Őri Dénes polgármester, Schuster Károly alpolgármester, dr. Varga Imre jegyzőurakat, Sejliné Kékesi Herendi Ida elnök, Sandlő Jánosné alelnök asszonyokat, a német nemzetiségi önkormányzat képviseletében, Jásmajer Beátát, a Kulturális Oktatás és Sportbizottság, és Molnár Erzsébetet, az Áprili Iskoláért Alapítvány elnökeit. Mustartné András Enikőt, a Visegrádi Városi Konyha vezetőjét, Visnyovszki András urat, a Szülői Munkaközösség vezetőjét, a megjelent diákokat, a kedves szülőket, hozzátartozókat, az iskola vezetést, Stefani Klára igazgatónőt, Stom Ferencné igazgatóhelyettest, Klaus Adrián és Szárazné Fehér Tíme a tagintézmény vezetőket, tanárainkat és Ballagó diáktársaimat. Ott Luca vagyok, 7. osztályos tanuló, ma én fogom konferálni az eseményeket. Megint elrepült egy év, és eljött az utolsó nap, amikor búcsúznunk kell barátainktól, a végzős évfolyamtól. Megkérem kedves vendégeinket, hogy a virágcsokrok átadásával várják meg ünnepi műsorunk végét. Most énekeljük el közösen a magyar és magyarországi német himnuszt Klaus Tamás zongora kíséretével. Thank you.
Kedves ballagó diáktársaim, a tanév vége, az utolsó nap minden évben eljön, csak egy láncszeme az időben. A láncszemek között vannak fényesebb szemek, szép, megőrzésre méltó emlékek. Ilyen ez a mai nap is, hiszen ez most a ti napotok. Most titeket köszönt, tőletek búcsúzik mindenki. Kívánom, hogy sokáig őrizzétek meg szívetekben ezt a délután, és ha visszagondoltok az itt eltöltött évekre, sok szép emlék jusson majd eszetekbe. Ballagási ünnepéjünk kezdéseként felkérem a 7. osztályos tanulóinkat, vegyék át iskolánk zászlaját a búcsúzó 8. évfolyamtól, majd felkérem igazgatónőnket, Klára nénit, elsőként ő búcsúzzon el tőletek. Kedves ballagó nyolcadikosok! Gyorsan elmúlt ez az egyesztendő. Tavaly még ti búcsúztattátok a végzősöket, most pedig tőletek búcsúzunk. Értetek, nektek szólt utoljára iskolánk csengője. A búcsúzás rövid ideig, talán egy óráig tart, mégis meghatározó korszakot zár le életetekben. Véget érnek az általános iskolás évek, véget ér gyermekkorotok. Talán most még nem érzitek, mégis igaz, az ember életében a legmeghatározóbb élmények, emlékek a gyermekkorhoz, iskoláskorhoz kötődnek. Ezekre támaszkodunk, ezekből merítünk egy életen át. Most nem csupán egy tanévet hagytok magatok után, nem egy tanév eseményeiről, tetteiről kell számot adni. Jelentős időszak zárul le számotokra. 8 év, amelyben voltak tanórákkal teli hétköznapok, de voltak ünnepségek, kirándulások, szereplések, sportesemények, tanulmányi versenyek, kiállítások, és még sorolhatnám, hogy mi mindenben vettetek részt a tanórákon kívül, ahol hol szereplők, hol szervezők voltatok. Szeptemberben egy új korszak indul el életetekben, a középiskolás évek. Legyetek nyitottak az új dolgok iránt, és sose feledjétek igazi céljaitokat, amit kitűztetek magatok elé. Őrizzétek a tartalmas baráti kapcsolatokat, és természetesen alakítsatok ki a régiek mellé újakat is. Kívánom nektek, hogy mindehhez legyen elég erőtök, kitartásotok, és találjatok igazi támaszokat leendő tanáraitokban, barátaitokban, és nem utolsó sorban szüleitekben, akikre mindig minden körülmények között számíthattok. Kedves szülők! Gyermekükkel együtt sokan szintén búcsúznak az iskolától. Ezúton is szeretném megköszönni együttműködésüket, aggódásaikat, javaslataikat. Kérem önöket, hogy még egy ideig tartsanak ki, figyeljék gyermekei középiskolai tevékenységeit, az elkövetkező időszakban akkor is szükség lesz önökre, ha ez gyermekük majd tagadja. Kedves nevelők, az iskola összes dolgozója, akik az elmúlt időszakban hosszabb, rövidebb szerepet vállaltatok a ballagók nevelésében, oktatásában.
Szeretném megköszönni, hogy éveken át a tanulók mellett voltatok. Segítettétek őket ügyes, bajos dolgaik elintézésében, próbáltatok nekik minél több muníciót adni az életre. Külön köszönöm az alsós tanítónéniknek, a felső szaktanároknak és az osztályfőnöknek, Andi néninek, hogy oktatták a mai ünnepelteket és szervezték a tanulók mindennapjait, részesei voltak fejlődésüknek. Köszönöm figyelmeteket, köszönöm figyelmüket, kellemes nyarat és sikerekben gazdag középiskolás éveket kívánok. Klára néni szívhez szóló szavai után a hetedik évfolyam nevében Abinéri Dalma búcsúzik. A zeneiskola Sagrarás Mária Luisa művével köszön el Szabó Regő László gitár előadásában. Felkészítő tanár Klaus Adrián. Kedves ballagó nyolcadikosok! Fontos és jelentős esemény egy diák életében a ballagás. Véget ért egy szakasz, és kezdődik egy másik, újabb kihívásokkal, újabb feladatokkal, és persze újabb örömökkel, élményekkel. Búcsúztok egymástól, tanáraitoktól, az iskolától, diáktársaitoktól. Nem könnyű mai útnak indulni. Bízunk benne, hogy megtöltöttétek tarisznyáitokat olyan értékekkel, emlékekkel, amelyek majd megsegítik a következő lépéseiteket. A barátok, akiket itt ismertetek meg, akik mindig ott voltak mellettetek, ha szükségetek volt rájuk. Az osztály többi tagja, akikkel 8 éven keresztül minden nap találkoztatok, akikkel együtt kirándultatok, színházba, kiállításokra mentetek. Az épület, amit már mindannyian úgy ismertek, mint a tenyereteket, a pad, ahol ültetek és puskákat készítettetek. És ott az udvar, a rendezvénytér, ahol alsóban fogocskáztatok, ahol néha sérüléseket is szereztetek, ahol a sok tréfa mellett azért komoly beszélgetése is sor került. Most, hogy ezt a beszédet közösen megfogalmaztuk, mi is emlékeztünk egy kicsit, és rádöbbentük, hogy egy év múlva mi fogunk itt ülni, mérjük majd a felvételit, mi mutatunk majd példát a fiatalabbaknak. És miénk lesz a felső szekrény. Mióta átléptük az iskola küszöbét, felnézünk rátok. Sikereitekhez gratulálunk, hiszen a számunkra még félelmetes felvételi akadályt könnyedén vettétek, és mindenkit felvettek a középiskolába. Mi hamarabb megértettétek, amire mi is kezdünk rájönni, hogy a tudás hatalom, amit nem lehet csak venni. Most itt hagytok minket, azért reméljük, azért visszanéztek. Mi a közös emlékeket megőrizzük, az áprilinapok, a farsangok, kirándulások, versenyek és a többi közös program nélkületek már nem lesz a régi. Útjaink hamarosan elválnak, de reméljük nem sokára újra keresztezik egymást. Céljaitok eléréséhez erőt, egészséget és sok sikert kívánunk. Egy dalból idézek búcsúzóul. Neked is most szállnod kell, hát repülj, csak így magadban, és meglátod, sikerül.
próza és a zene után a vers és a dal szárnyaira viszünk benneteket. Szakos Dóra tolmácsolásában Kis Kálmán Szonett a ballagóknak című versét hallhatjuk. Majd a Nélküled című dallal köszönnek el hetedikeseink. Kis Kálmán Szonett ballagóknak. Néktek ragyog ma, tiétek az ünnep, a szó, a könyv, a mosoly s a virág. Körétek gyűlik szinte a világ, s mi néktek adjuk búcsúzó szívünket. Az életet, mely jutalmaz és büntet, s melyben az ember örökké diák, most jelképezi zöld májusi ág, s halljuk, reménytől szívetek, hogy lüktet. Szép lassúsággal búsan szól az ének, föl-föl röpülne, leszáll, tétovál, a sok kopott pad integet feléte. Tán könny is csordul, nem tudni okát, elsápadva a messzeségben nézte, s a szívetekben fölzen, hogy tovább. Egyéből való, majd úgy.
ballagás középpontjában természetesen mindig a ballagók állnak. Most ti következtek. A ballagó évfolyam nevében Visnyovszki Lejla, 8. osztályos tanuló búcsúzik. Télegyházi hajnal előadásában Reményik Sándor gondolatait hallhatjátok. Kedves szüleink, tanáraink, barátaink, vendégeink! 8 évvel ezelőtt, amikor először jöttünk az évnyitóra, még nem gondoltam, hogy ilyen hamar elrepül ez a 8 év. Sokszor tűnődtünk azon, hogy milyen is lesz majd, ha véget érnek az általános iskolai évek. És most, hogy elérkezett a ballagás napja, nehéz szívvel állok előttetek. Az egyik szemem sír, hiszen ettől a naptól kezdve már nem látjuk nap mint nap egymást. A másik szemem nevet, mert tudom, hogy el kell válnunk ahhoz, hogy az álmainkat megvalósítsuk. Amikor megtudtam, hogy mondhatok ma pár szót ballagó társaim nevében, nagyon örültem. Elhatároztam, hogy nem hagyom az utolsó pillanatra, és pünköst hétfőjén kiültem a hegy felén néző teraszunkra, hogy összeszedjem a gondolataimat. Tudtam, hogy egy közösség, egy jó osztályközösség nevében szólok, de mégiscsak személyesebbre sikerült, mint ahogy terveztem. Akkor reggel gyönyörű idő volt, és a következők jutottak először eszembe. Milyen szerencsések vagyunk, hogy az általam ismert világ egyik legszebb helyének régi alapú, ám teljesen korszerű iskolájában járhatunk. Hogy tanáraink tudást és biztonságot nyújtottak. Köszönetet kell mondanom a magam és a társaim nevében a tanárainknak, ezért a sok türelemért és segítő fáradozásért, amit értünk tettek. Nem csak a tanórákon, hanem az együtt átizgult versenyeken és a pályaválasztás időszakában is. Kedves, mindig jelenlévő alsós tanítónéninek, Sejlé Évaninek, akitől megtanultuk, milyen az iskola élet, aki mindig figyelemmel kísérte sorsunkat, és aki felkészített a felső tagozatra minket. Következetes segítőkész osztályfőnökünknek, Bosnyák Andi néninek, aki sok programot szervezett számunkra, és mindig törődött velünk. Minden nehézség ellenére is jó útra terelt minket, példát mutatott nekünk, és embert faragott belőlünk. A város vezetőinek, szülői munkaközösségnek, az iskola vezetésnek, civil szervezeteknek, konyhai dolgozóknak, és természetesen szüleinknek. Drága szüleink, hálásak vagyunk féltő gondoskodásotokért, támogatásotokért, és azért, hogy hittetek bennünk. Most kezdődik el igazán az életünk, de azért még szükségünk van a tapasztalataitokra, tanácsaitokra. Köszönjük, hogy eddig is mindig mellettünk álltatok, és segítettetek bennünket az utunkon. Szinte hihetetlen, hogy ma szólt utoljára a csengő nekünk, hogy az új tanévet már egy másik épületben, más gyerekek közt, az ismeretlenben kezdjük. Eddig talán bele sem gondoltunk, hogy ez mit jelent. Nagy szerencsénk volt egymással is. Órákig lehetne mesélni az együtt tanulásról, a közösségi élet néha viharos problémáiról, a számunkérések alatti szolidaritás sokféle formájáról, a kedvenc témákról az udvaron, a játék izgalmáról a tornateremben, az osztálykirándulások nem elalvásáról, a versenyekről, szereplésekről, az utolsó év töprengéséről és izgalmairól. Kivételes osztály voltunk, hiszen nálunk mindenki jobban van mindenkivel, pedig elég különbözőek vagyunk. Vannak nálunk focisták, zenészek, filmkedvelők, könyvmolyok, művészek, sportolók, idegen nyelvtanulók. Mégis megtaláltuk a közös hangot. Na és vajon mi is ez a közös hang? A vidámság és a lazaság. Mint például örökre emlékezni fogunk a közös emlékekre, amit együtt éltünk át. Megtanultuk, hogyan éljük túl a törpejárást, hogy Zoli bácsi ne vegye észre. De azt is megtanultuk, ha szót fogadunk, nem lesz büntető futás vagy röbb dolgozat. Hábel Józsi bácsitól megjegyezhetük, hogy a Nílus és a vízilovak nincsenek kint, ha kinézünk az ablakon, vagy a strúc nem lát, ha homokba dugja a fejét. És álmunkból felkeltve is tudni fogjuk a hétfejű sárkányt. A kötelező olvasmányok cselekménye is ott lesz a fejünkben, hála Margit néninek, vagy akár a sok PPT-törűből, amit én Andi néninek köszönhetünk. A német és angol nyelvtanulásban mindig bele tudtunk csenni egy kis játékos tanulást. Ezeket is köszönjük Katalininek és Viki néninek.
Rita néni mindig hozta a kreatívabbnál kreatívabb ötleteket, de a kedvencünk, amikor egymást kellett lerajzolni 10 perc alatt. Megtanulhattuk Paulusz Józsi bácsitól, hogy minden munkát úgy adjunk ki a kezünkből, hogy büszkék legyünk arra. Kémia órán sem unatkoztunk ám, Zoli bácsi érdekesebbnél érdekesebb dolgokat mesélt, és a kísérleteket is csodával néztük. Stomp Éva néninek hála, a lényegtörőbb PPT-ivel gyorsan és hamar megértettük az anyagot. Kitti néni mindig megtalálta a legjobb hittanos filmet számunkra. Ha megtudtuk, hogy Maria nénivel leszünk tesin, egyből a tájcsira szavaztunk. De Adrián nénivel sem unatkoztunk, megtanultuk tőle a legjobb erősítési gyakorlatokat. Kovácsné Anna néninek köszönünk minden egyes aranyos mondatát. Nem fogjuk soha elfejteni a német mondókákat vagy a keresztrejtvényeket. És nem csak szerencsések voltunk, hanem vagyunk is. Itt állhatunk szüleink, tanáraink, iskolatársaink által ünnepelve, virággal a kezünkben. Biztos vagyok abban, akármerre is megyünk, mi tudni fogjuk, honnan jöttünk, milyen sokat kaptunk ettől az iskolától, és mennyit élményt egymástól. Búcsúzunk iskolatársainktól, elsősorban tőletek hetedikesek. Ti, most, amikor átveszitek iskolánk zászlaját, bizonyára arra gondoltok, hogy végre milyen jó, hiszen ti lesztek a nagyok. A nagyok, akikre mindenki felnéz. De higgyétek el, gyorsan elrepül ez az időszak. Búcsúzunk, reméljük jó példa voltunk számotokra, és az együtt töltött élményeket nem felejtitek el. Most pedig az alsóbb évesekhez szeretnék szólni. Kívánom, teljesüljön kívánságaitok, váljanak valóra álmaitok, töltsétek hasznosan és eseménydúsan a még itt töltött időtöket. Sosem fogunk benneteket elfejteni, sok sikert kívánok az elkövetkezendő éveitekhez. Végül végzős társaimhoz néhány szó. Kívánom, hogy teljesüljenek álmaink. Sikerüljön véghez vinni kitűzött céljainkat, most mindannyian nagy kihívás előtt állunk, hiszen számot kell majd adnunk eddigi tudásunkról. De ez a nap még legyen az ünneplésé és az emlékezésé. Köszönök nektek mindent! A Ballagó osztály nevében ezekkel a gondolatokkal, érzésekkel kívánok emlékezetes napot mindenkinek. Reményik Sándor, mi mindig búcsúzunk. Mondom néktek, mi mindig búcsúzunk, az éjtől reggel, a nappaltól este, a színektől, ha szürke por belepte, a csöndtől, mikor hang zavarta fel, a hangtól, mikor csendbe halkul el. Minden szótól, amit kimond a szánk, minden mosolytól, mely sugárzott ránk, minden sebtől, mely fájt és égetett, minden képtől, mely belénk mélyedett. Az álmainktól, mik nem teljesültek, a lángjainktól, mik lassan kihűltek, a tűnő tájtól, mit vonatról láttunk, a kemény rögtől, mint megállt a lábunk. Mert nincs napkelte kettő ugyanaz, mert minden csönd más, minden könyv vigasz. Elfut a perc, az örök idő várja, lelkünk, mint fehér kendő, leng utána. Sokszor könnyünk se hull, szívünk se fáj, hidegen hagy az elhagyott táj. Hogy eltemettük, róla nem tudunk. És mégis mondom néktek, valamitől mi mindig búcsúzunk. Őri Dénes polgármester úr és iskolánk igazgatónője Klára néni jutalmazni kívánja a Ballagó diákjainkat, majd Hauschule nyelvvizsgola és tanulóház által sikeres próba nyelvvizsgát tett tanulók oklevelét adja át Sejliné Kékesi Herendi Ida, német nemzetiségi önkormányzat elnöke. A 8. szülői munkaközösség munkáját Visnyovszki András, a szülői munkaközösség vezetője, köszöni meg virággal, 8. pedig a tantestület munkáját. Szeretettel köszöntöm a
polgármesterünk nevében sajnálatos módon öveteg, így most a kedves elköszönésért gondolatai én fogom minket tolmácsolni. Tisztelt Ügyvéd mindenek lassan, kedves Ballagógiát, tisztelt szüleket, pedagógusok, kedves felvények! Jókai Morszavait idézve minden ember élete egy regény. A mai ünnepélyes alkalomból pontosan 20 írót köszönhetek, akiknek egyedi regényeinek biztosan lesznek egyforma könyvének. Kedves Ballagógiát! Az általános iskolai életre gondoljatok úgy, mint egy 8 fejezetből álló regényre. Az első rész a bevezetés, az írás, olvasás és számolás elsajátításáról, az osztályközösség összecsiszolódásáról szól. A további fejezetekben, ahogyan egy egész cselekménye is kibontakozik, egyre izgalmasabb és kalandosabb események. Tanulmányai jogsulán fokozatosan elsajátítottátok a legfontosabb alapismereteket. Tudásokon gazdagodott, barátságok bővültek, tanulmányi versenyeket, osztálykirándulásokon, kulturális és sportprogramokon vettetek részt. Ezt a szimbolikus nemzet lapozva találhatjátok leírást a régi kis épület elbontásáról, a konténerekből töltött tanévekről, a járványhelyzet okozta nehézségekről, a digitális oktatásról, az új épület építéséről és a tornacsarnok felújításáról is. A könyv kalandos története a 8. fejezetben lezárult. Az utolsó sorok után pedig azt olvashatjátok, hogy végig. Keserédes pillanat szomorú, ugyanakkor örömteli. Most egy új regény írásában kezdetek, életetek egy új szakaszba lép, és új célok, és új kihívások előtt álltok. Lassan elindultok a felnőtté válások után. 8 év alatt számtalan siker, öröm, elismerés és dicséret mellett biztosan értelmetek egy folytatás és bánat, kudarc és elmarasztalás is. Ugyanakkor minden tapasztalat legyen az jó vagy rossz, erősebbé, felkészülhetésedre. A búcsúzás nem végtelen. Továbbra is számíthatok a szüleitekre, akik féltő gondoskodással és szeretettel támogatnak benneteket. Számíthatok osztálytársaitokra, tanáraitokra, barátaitokra, osztálytársaitokra és viselkedőtársaitokra. Merjetek hát nagyot álmodni és küzdjetek, mert kevés szorgalommal, elszántsággal elérjük a céljaitokat. A megszerzett tudással és képességekkel biztosan helytálltok majd, és sikeresek, eredményesek lesztek az új iskoláitokban. Szívből gratulálok nektek, és kívánom, hogy minden útra való, amit Visegrádról magatokkal visztek, erősítsen, bátorítson benneteket a következő években. És ne felejtjétek, Visegrád mindig visszavár benneteket. Sok sikert, és minden jót kívánok nektek. Tisztelt szülők, kedves pedagógusok! Az iskola és az önkormányzat között kialakult szoros együttműködés garancia a további célok és tervek megvalósításához. Köszönöm polgármester úr nevében a pedagógusoknak és a zenetanároknak, hogy a különböző tanulmányi versenyeken, sport és zeneiskolai eseményeken a diákokkal közösen képviselik az iskolát, és kiváló szereplésükkel, elért eredményeikkel országszerte viszik Visegrád jó hírét. Külön öröm ez most számunkra ebben az idei kivételes évben, ugyanis első Károly magyar király 1323-ban Temesvárról Visegrádra helyezte át székhelyét, és közel egy évszázadon keresztül a magyar királyság fővárosa maradt. Városunk ebben az időszakban jelentős fejlődésnek indult, valamint itt tartották az 1335-ös királytalálkozót, mely hosszú évtizedekre biztosította országunk gazdasági és politikai stabilitását. Idén e jeles eseménynek ünnepeljük a 700. évfordulóját. Visegrád, a 700 éves királyi székhely évforduló alkalmából készült programsorozat része volt
a Görgei Artúr történelmi tanulmányi verseny, mely országos hírűvé nőtte ki magát. Városunknak nem csak történelmi, de természeti értékeire is büszkék vagyunk. Köszönöm Önöknek, hogy a gyerekekkel az iskolai programok keretében is megismertetik az épített örökségeinket, kiránduló helyeket, és kihasználják a téli és nyári sportlehetőségeket. Kedves szülők! Az Önök szeretete, gondoskodása és útmutatása elengedhetetlen ahhoz, hogy a gyermekek megismerjék önmagukat, eredményesen tanuljanak, és kibontakozzon a tehetségük. Támogatásukkal és példamutatásukkal segítik őket, hogy felelősségteljes és kötelességtudó felnőtté váljanak. Legyenek hát büszkék gyermekeikre, és továbbra is segítsék, bátorítsák őket céljaik elérésére. Köszönöm szépen a megtisztelő figyelmüket. Hát szeretnék köszönni.
egy párdiáktól, akik hát 8 évig ide jártak, és nyilván nagyon megszerették a iskolát, és mi is megszerettük őket. Én, mint a Német Nemzetiségi Önkormányzatnak a vezetője, elnöke, szintén gratulálok az osztálynak, a szülőknek, a pedagógusoknak, és az én tisztem az, hogy azoknak a gyerekeknek, akik eredményt értek el, a német, jó eredményt értek el a német nemzetiségi nyelvnek a tanulásában, és egy sikeres B1-es nyelvvizsgát is letettek, azoknak szeretnék most gratulálni, és egy oklevelet átadni, és természetesen további jó stúdiumot kívánok nekik, tovább tanulást, ha egy módban hát ne hagyják abba a németet. A németnek nagyon fontos szerepe van Európában, a világban is, úgyhogy ne hagyjátok el ezt a pár évet, mert ugye gondolom, nagy részletek már óvodás korától tanul németet. Nagyon nagy értelme van a német nyelv tanulásának, és ha már ennyi eredményt beletettetek, akkor úgy gondolom, hogy a továbbiakban is, hogyha van rá kapacitásotok, akkor ne hagyjátok abba. Tudom, hogy most mindenki az angol nyelvet tanulja, ez is rendben van, de mellette ne feledkezzetek meg erről a nyelvről, amelyet óvodás korotok óta tanultak. Úgyhogy most szeretném akkor nevesíteni is, hogy kiknek szeretnék egy oklevelet átadni. Féletházi Hajnalnak, és szintén sikeres próbanyelvvizsgálatnak. Hölgyek ki az elsőbség, Nemeskéri Zsanna Kata. Sintár Botond, nem utolsó sorban, de miután. Én is köszönöm, hogy meghallgattak, és remélem, hogy ezzel is egy kicsit lendületet adunk még a német nyelvtanulásnak, hiszen ők most kiállták a 8-at, de jönnek a következők, akik most 7-esek, jönnek a 8-ak, ők bőszül 8-osok, és aztán akik beiratkoztak, azok már is gondolom, hogy szívesen fogják a német nyelvet tanulni, és én nagyon reménykedem benne, hogy őre is csinálunk egy ilyen nyelvvizsgál, akkor fogják a nyelvvizsga oklevelet kapni, mindenki, aki az osztályban a németet tanulta. Ehhez kiválóság a pedagógusoknak és a diákoknak is sok siker, sok erőt, munkát, és most mindenkinek viszont egy nagyon kellemes nyarat, és mindent is kívánok. Videzzél! Köszönöm! Folytatjuk a ajándékok és jutalmak átadását, mert van sok jeles tanuló, de a jelesek közül még több olyan tanuló van, aki könyvjutalmat érdemel. Elsőként szeretném szólítani Csepregi tanulót, a történelem iránt tételes értéséért a budapesti országos történelmi tanulmányi versenyen elért 3. helyezéséért, és a nemzetiségi rézi rajzpályázaton elért 1. helyezéséért könyvjutalomban részesül. Gratulálok! És folytassuk a történészek sorát. Visnyovszki Leila Alexa, történelem iránt mutatott kivételes érdeklődésért a budapesti országos történelmi verseny elért 2. helyezéséért és a Rézi Némek verseny és Pozsonyba verseny kistérségi előválogatóján elért 1. helyezéséért. Őri Boróka,
történelmi tanulmányaiért, a görgei harcversenyen elért első helyezéséért és kimagasló teljesítményéért. Nemeskéri Zsanna Katon a történelem tanulmányaiért, a budapesti országos történelmi versenyelőtt első helyezéséért. Balázs Csenge történelmi tanulmányaiért, a görgei versenyelőtt második helyezéséért. Abinéni Balázs Mário a történelem iránt mutatott kivételes érdeklődésért, a budapesti országos történelmi versenyért harmadik helyezését. Felkérem Visi András urat, hogy tartsa meg beszélt.
ballagási ünnepség végéhez értünk. Kívánok magam és diáktársaim nevében sok sikert, örömöt nektek. Megkérjük a szülőket, rokonokat, ismerősöket, most adják át virágaikat, majd az osztály vonuljon fel a tanterem.